Na, megpróbálunk kijutni ebből a barlangból, miközben teljesen védtelenek vagyunk. Van egy feljegyzés. Igen, vannak ilyen, lehet gyűjteni különböző dolgokat. VHS kazettákat, különböző feljegyzéseket. Igen. De végezet során nem erre fogok fókuszálni. Majd megpróbálom mindegyik... Igen, hagyjuk el a barlangot, mert megpróbálom végezet során mindegyik tornyot feloldani. De az összes gyűjtető tárgyat azért nem valószínű, hogy összegyűjtem, mert szerintem az fölösleges időhúzás lenne. Ist das für ein blauer Schleim? Oh. Itt vannak a Blood Dragonok. Dr. Darling erwähnte ihre mangelnde Sehkraft. Hocken scheint angebracht. Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre Gegenwart meldet. Elvileg el tudunk lopakodni mellettük. Hát megpróbálom, mert sikerülnie kell, mert nem sikerül. Ezek darabokra szednek. Jól van, nyugodjatok meg. Aranyos sárkányok. Nyugi. Táj meg! Az nem merek tovább, nem merek tovább menni. Ez az megfordult, jó. Reméltem, hogy ő is lefekszik. Akkor talán így. Étellel tudjuk őket elcsalni. Oké. Okay. Na. Ott van egy holttest, abból ki tudom szedni a Cyber szívet. És az a csali. A Cyber szívet szeretik ezek a dögök. Azokkal el lehet... Steht mir im Weg, verdammt. Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Így van. Das zerreißt einem das Herz, was? A franc! Komm schon! Missionsziel? Den markierten Aussichtspunkt erreichen. Ich empfehle, weitere Cyberherzen zu sammeln. Jézus, schon. Ohoho! Nem szabad észrevegyenek, mert... Semmi esélyünk nem lenne. És nem merek felállni, mert hogyha felállok és elkezdek futni, akkor azonnal észre fog venni. És akkor lőttek az egésznek. Wow! Ez az, szépen elsétál. Jó. Ez az.
Csak az eleje ilyen lassú... Vergessen Sie nicht. Der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen. Aber er hält nicht deren Fusionslaserschüsse ab. Deren was? Hallo? Verflucht. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz an die von mir markierten Orte. Igen. Tényleg ezt el is felejtettem. A Blood Dragonokat fel tudjuk használni egy ellenséges bázis kiirtására. Ugyan nem tudnak fizikailag bemenni, viszont nagyon erős lézersugarat tudnak kibocsátani, és azzal mindenkit le tudjuk gyakni. Na, rögtön meglátjátok. Los, fun. Ne. Ez az, mennyi csak. Heilige Scheiße. Igen. Blood Dragonok akcióban. Amikor pirosra váltan a színük, igen. Oh-oh, kigyulladt a talajnövényzet. Die Drachen hören sie, wenn sie nicht in der Hocke sind. Igen, ezt mondtam az előbb. Tudtam, hogy nem szabad felkelni, felállni. Jó, szép nyugodtan, szép lassan. Lemegyünk. Hát így a... Ne. A sárga akkor valamire felfigyelt a sárkány, az már nagyon rossz előjel. De akkor még van esélyünk elmenekülni, hogyha piros, akkor már semmi esélyünk. Oké, jó, ez megvan. Jó, ide már úgyse tudnak bejönni. És itt az ez az egyik kedvenc fegyverem a játékban. Ez néma és one hit kill. Most viszont meg kell jelölni az ellenfeleket. Aktivieren Sie die Megaschilde. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Oh, vielleicht können Sie auch... Verdammt nochmal, halt's Maul, Hart. Ich mach, was ich will. Verstanden. Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder direkt am Generator, der sich zerstören lässt. Bla bla bla, töte bla bla bla. A lényeget felfogta a Rex. Na hát igen, itt ugye azt mondta, hogy különböző módszerek vannak. A hát Garrison ugye gyakorlatilag ez egy bázis felszabadítására. Vagy sárkányokkal intézzük el. Valószínűleg azt fogom alkalmazni, mert egy valakit leszedek, akkor könnyen észrevesz a többi. Viszont ahhoz nekem kelleni fog még plusz szív. Hova tűntek most a dögök? És fölveszek még néhány szívet. Ott a sárkány. Most akkor, most lopakodni kell. Nem akarom, hogy észrevegyen a sárkány idő előtt, mert nem vagyunk a shielden belül.
Most pont az a tervem, hogy a shieldet megpróbálom kiiktatni. És akkor a sárkányok be tudnak menni, és ők majd kitisztítják a terepet. Nyugi. Nincs itt senki. Nincs itt senki. Nem vett észre. Also, die Laserschilddinger aufmachen, damit die Drachen rein können. Yep, das ist mein Plan. Így van. És azt hiszem, ez csak ilyen robbanó töltetekkel lehet megcsinálni. Ilyennel. Csak remélem, hogy a sárkány nem rám fog vadászni ezután. Ó, páncél! Jaj, de jó, ez jókor jött. Á, rossz gombot nyomtam! Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Stark, sind Sie in Sicherheit? Bin ich. Und gleich wird es sicher blutig und laut. Für einen Zufall, so wollte ich meine Kinder nennen. Ez az, lement a sárkány. Most tisztogatni fog. Na, hát nézzük a műsort. De hol a másik kettő? Korábban itt volt több sárkány is. Miért csak egy van itt? Na? Oké, már csak hárman vannak. Őt is szed le. És van még kettő sniper. Ennyi. Oké, az lézerrel, így van, ez az. Gyönyörű, még egyet. Igen, most már csak ki kell csalni a sárkányt onnan. Valahogy. Lássuk csak. Da freust du dich, was? Remélem megérzi. Menj ki, menj ki, menj ki, menj ki, menj ki! Ne lőjétek, idióták! Jó! Ez az. Jó, zöldre váltott a sugárra, azt jelenti, hogy elfoglaltuk. Most már a miénk. Schicken Sie mir Ihre Koordinaten, und ich komme. Koordinaten empfangen. Missionsziel? Treffen mit Dr. Elizabeth Darling. Jó, hát ezek az idióták lőni fogják a sárkányt, de hát... sok értelme nincs. Na, és most jelenleg ugye ez az egy fegyverünk van. Ez nagyon, nagyon király ez a fegyver. Most már nyugodtan futhatunk. Ez az. És azok a shieldek védenek ugye a sárkányoktól. Amint elfoglaljuk,
utána működésbe lépnek. Vannak még nyilak, de hát ez a maximum, 21 darab. Közben itt lootolok. Kell a... Ember! Őt nem tudom lootolni. Pont egy olyan helyen van. Nem engedi. Túróba. Minden esetre vannak itt ilyen automaták. És ezekben tudunk... Na. Még nem lehet? Még nem jutottam el odáig a játékban? Akkor még nem. Akkor majd biztos később. Hát ezek még mindig veszekednek a sárkánnyal. Aha. Most azért kaptunk 5000 pontot, azért volt a szép kis animáció, így van, kinyírtunk egy sárkányt. Hát ugye, mert nagyon kevés HP-ja volt, tehát csak rásegítettem egy kicsit. Missionsziel erreicht. Sind Sie okay? Ja, vielen Dank. Was sind das für Dinger? Wir sind nicht sicher. Vielleicht lebende Fossile aus der frühen Kreidezeit. Wir nennen sie Blutdrachen. Oder kurz BDs. Als Sloan ihr Blut getrunken hat, hat er seine Kybernetik überladen. Er hat ihr Blut getrunken? Ist das ein Witz? Nein, Sergeant. Wenn's einer wäre, dann ein schlechter. Das Blut hat Sloan überladen und ihn noch stärker gemacht. Und sehr hässlich dazu. Warum helfen Sie Sloan? Und was hat er mit der Rakete vor? Sergeant, beruhigen Sie sich, bitte. Mit den Raketen haben wir die biochemische Wirkung des Blutes beim Abwurf getestet. Raketen? Etwa mehr rote Speere? Wie viele? Ich weiß nicht, viele. Ich glaube, Sloan hat kein Interesse mehr an den Tests. Und ich will gar nicht davon reden, was es mit normalen Menschen macht. Hat er deshalb die Seiten gewechselt? Sergeant, Sloan war nie auf irgendeiner Seite. Jetzt hat er die Raketen und... Gott weiß, was er vorhat. Was ist mit der Nadel, Doc? Naja, dadurch werden sie mehr wie Sloan. Viel, viel stärker. Nur ohne die Nebenwirkungen. Nein, Doc. Niemals. Ich habe einer Lady einen Eid geschworen. Ihre Frau? Nein. Lady Liberty. Sie lehrte mich, dass Sieger keine Drogen nehmen. Ihre Sache. Also, Sloan betreibt drei geheime Einrichtungen, die alle für seine Operation wichtig sind. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie da sind. Dann gebe ich Ihnen alle Infos, die Sie brauchen. Das klingt nach einem Plan, Doc. Was ist mit Ihnen? Sind Sie hier sicher? Ja, solange Sloan nicht merkt, dass ich Ihnen helfe. Viel Glück, Rex. Oh, de szép volt az a szem. Wenn Sie eine Garnison wie diese gesäubert haben, werden Nebenmissionen an den Abenteuerkonsolen verfügbar. Így van. És ezek jelzik. Wir sollten die Fans nicht enttäuschen. Ziehen wir das durch. Gut, ez nem csak a mindent. Most meg akarom egyszer nézni, hogy... itt is van egy fegyver. Most már tudom ezt használni. De nem már. Még mindig nem. Ó, itt a létre.
Igen, mindjárt elvállalunk egy mellékküldetést. És a minimappon jelzi is a dollárjel, hogy ez az automata. Itt tudunk új fegyvereket venni, meg feltölteni a muníciót, plusz gyógyszert venni, elsősegélycsomagot. De úgy tűnik, hogy előbb még meg kell csináljunk egy mellékküldetést ahhoz, hogy tudjuk használni, mert még nem engedi, tehát... Na mindegy, akkor nézzünk egy mellékmissziót. Hallo, Sergeant? Hallo? És így látható, hogy léptünk már szintet, nem is egyet, és azért most már több HP-nk is van, lehet látni, hogy ugye kezdetben csak 4 darab olyan csíkunk volt, most már 6 darab. És a játék folyamán egyre több és több lesz, ahogy fejlődünk. Értelemszerűen egyre könnyebb lesz. Főleg, hogy még a fegyvereinket is lehet majd tovább fejleszteni. Na nézzük! Ja igen, hogy aha, jó, akkor tudunk... Aha. Jó, ez a fajta mellékküldetés olyan, hogy ki kell szabadítsunk egy ilyen tudóst. Viszont az ellenfelek nem vehetnek észre, mert ha észrevesznek, akkor azonnal megölik, és akkor mission failed. Hostage rescue, így van. És ilyen mellékküldetésekkel tudjuk feloldani a fegyver upgrade-eket. Így van, level 5-ön vagyunk, itt írja. És itt van a tapasztalati pont, hogy mennyi kell a következő szintlépéshez, ennyi pénzünk van. És akkor itt vannak a skillek. És írja, hogy adott szinten miben fejlődünk. Milyen változás történik. Igen, azt hiszem kettesével van, hogy additional health slot, tehát ugye megemelkedik az életerőnk. Így van, 6-osnál ugye kapunk még egyet. És itt így jönnek automatikusan a különböző képességek. Ezért is érdemes fejlődni. Data konzol, itt... Hát itt mindenféléről találunk adatot, alapból ugye itt a statisztika. Akkor mindenféléről az ellenfelekről, az NPC-kről, aztán igen, különböző karakterekről, ki kicsoda, a hátterükről információkat, a sárkányokról, a fegyverről, minden fegyvernek részletes leírása van ugye. Hát ez az adatbázis ugye. Vannak a gyűjthető dolgok, összesen 12 féle állat van. Egyet már megöltünk, ugye egy Blood Dragont, van még 11 másik fajta. Itt vannak feljegyzések. És minél többet összegyűjt az ember ilyenekből, ugye annál több dolgot lehet unlockolni az automatánál, tehát annál több kiegészítőt vehetünk fegyverekhez, fejlesztést, stb. Na, de szerintem próbáljuk meg ezt a mellékküldetést, megpróbálom úgy megcsinálni, hogy ne vegyenek észre. Nem tudom, ez mennyire fog sikerülni. Az a baj, hogy a lopakodós... Eliminieren Sie die Omega-Force-Soldaten lautlos, sonst töten diese die Geiseln mit äußerster Gnadenlosigkeit. Igen, hogy némán öljük meg az ellenfeleket, az Omega-Force-t, különben kegyetlenül megölik a túszokat. Hát ugye a néma gyilkoláshoz
Ez így nem jó. Hova tűnt a... ez így nem jó, gyerekek. Hát ez egy... Ez így nagyon nem jó, mert... Nekem ez helyett... Na egy pillanat, vissza kell menjek. Nem tudtam, hogy ki lettek cserélve a fegyverek. Erre nem figyeltem. Lényeg, hogy a nyíl kell. Az I. Mert az egy tökéletesen néma fegyver, és nagyon erős. Hogy a túróba lett ez lecserélve? És miért? Itt kellene ugye kiválasztani, de... Hát ezt most nem értem. De miért tűnt el a... az íjunk? És miért nem tudom visszavenni? Hát ez egy nagyon nagy szemétség, erre én nem is emlékeztem, hogy ezt... Akkor viszont az lesz... Jó, akkor nem, akkor viszont takedown-nal kell végezni a... az Omega Force embereivel. Hát emberek, hát... nem igazán nevezhetők szerintem embereknek, főleg ilyen kiberszívük van. Lehet ezek is inkább csak gépek. Wow. Oké. Na nézzük csak, hogy vagyunk itt. Ott van egy. Hányan vannak még itt? Ott is van egy. Pont errefelé néznek. Ez nem jó. Ott is van egy. Négyen vannak, te jó Isten! Valahogy... kéne próbálni elterelni a figyelmüket. Micsoda, öten? Úristen. Na. Oder Nerdsteine sind gut geeignet, um Cybergegner abzulenken. Das okay. Ember! Hihetetlen! Hát mondtam, hogy a lopakodás az nem az én módszerem, főleg az I nélkül ez katasztrófa, tehát ez a kődobálós, elterelős díj, ez nekem soha, de soha nem ment. Ez, én ebben nagyon béna vagyok. A lopakodás az nem nekem találták ki. Exzellent! Hierüber bitte! Die Wissenschaft hat wieder mal gesiegt! Mit ein wenig Hilfe von Ihnen! Na körülbelül. Yeah! Akzeptiertes Schnellreisesystem der Kobayashi Corporation. Öffnen Sie die Karte, wählen Sie eine befreite Garnison und drücken Sie die entsprechende Taste. Das Kobayashi Schnellreisesystem. 85% Präzision bei nur 10% genetischer Degenerierung. Remek. Igen, fast travel. Így van.
gyors utazás lehetőség elérhetővé vált. Na, itt a teljes térkép. Ez a teljes játéktér. És minden ilyen pötty, ugye Garrison, egy ellenséges bázis. Ezeket lehet elfoglalni, plusz írja a különböző állattípusok hollétét, hogy lelőhelyét, hol mit találunk. És akkor csak oda tudunk gyors utazni, amit ugye már felszabadítottunk. Így van, és akkor Enterrel. Addig úgyse, hogy békén a játék, amíg... Nach dem Kriegsspielgesetz werden Sie für alle sekundären Aktivitäten in Ihrem freundlichen Garnisonsshop mit Aufsätzen und Geld belohnt. Wenn Waffen mich stark machen, machen mehr Waffen mich noch stärker. Wenn Ihnen tödliche Tötungshilfsmittel wie zum Beispiel Kugeln ausgehen, reisen Sie zu einer befreiten Garnison und besuchen Sie den dortigen Shop. Na most kaptunk meg azt dort, okay. Na most tudjuk ezt használni, így van. És akkor itt vannak a fegyverek. És akkor mindegyik fegyvernél kiírja, hogy különböző tulajdonságokat ugye. Kobrakon ez a... Ember, vidd már el onnan azt a... De... Jó, hát ez úgy tűnik, ezt most meg kell vegyük, ugye? Hát a játék elején. Stabilabb lesz tőle a fegyver, vagy mi? Jó, oké. De nekem... Egyelőre... Az így fog kelleni, és akkor... Hát itt ugye föl lehet tölteni a páncélzatot $100, plusz gyógyszert lehet venni. És akkor ott láthatjuk, hogy nekünk éppen mennyi pénzünk van. És itt pedig... Hogy a refill inventory az az összes töltény feltölti. Én ezt szoktam mindig nyomni, égni. Ugye 20% kedvezményt ad. És kiírja, hogy a facetron fogja feltölteni 60 töltényjel. Ich fasse zusammen. Befreite Garnisonen bieten Shops, Sekundärmissionen und Schnellreisepunkte. Sekundärmissionen schalten Waffen, Aufsätze und Munition im nächsten Shop frei. Und all das zusammen macht sie zu einer glücklichen und funktionierenden Killermaschine. Ja, Ideo. Így van, ja, mellékküldetésekkel, ilyen, az előbb is mondtam, hogy azzal tudjuk feloldani különböző fegyvereket és fejlesztéseket, sokba tudjuk megvenni, így van. Gyors utazás lehetőség. Na és akkor elvileg innentől most már tényleg szabadon bóklázhatunk, tehát gyakorlatilag eddig tartott a játék, hogy is mondjam, nem is tutoriál, hanem az ilyen ugye kötelező bevezető része, tehát hogy eddig fogta a kezünket a játék, így is fogalmazhatnék. De innen elvileg azt csináljuk, amit akarunk. Azt csinálunk, amit akarunk. És akkor 4-es, így van, oké. Akkor a zöld láda, mi is a zöld láda? Várjunk csak, azt hiszem az pénz, nem? Pénzes láda. Ezeket is érdemes mindig megnézni, plusz ugye itt is vannak
lőszerek. Van a közelben egy sárkány, vele most nem állnék le nagyon veszekedni, mert annyira még messze nem vagyunk fejlettek. Ott van-e? Nincs értelme most leállni vele veszekedni. Na most van itt egy interact. Na ez egy másik fajta melléküldetés, ezt is akkor megmutatnám most még ebben a videóban. In the leader, igen, a laser sightot kapjuk meg, 4000 tapasztalati pont elért és $200. Jó, legyen. Kill a target, rare animal or elite omega force. Ja igen, ennek az a lényege, hogy egy kiszemelt áldozatot kell egy megadott fegyverrel megölni. Na most, ha nyomunk egy M betűt, akkor meglátjuk. Ó, elég közel van a cél, nagyon közel van a cél. Jó, hát nyilván ez még csak az első ilyen mellékküldetés, tehát... remélem nálam van az a fegyver, amit követel tőlünk a játék. Illetve a küldetés. Csak abban reménykedem, hogy itt nincsen... Nem itt volt a sárkány, ugye? Nem erre van a sárkány. Nem nagyon szeretnék... Basszus, itt a közelben. Jó, hát akkor... Aha, ott van. Húha. Jó, elterelték a figyelmét, akkor én mehetek. Hogy pont arra van. A fenébe. Ja, itt. Find and kill the rare cassowary with the cobracon. Mi? És a minimappon lehet látni a... Most nem tudom, hogy... Ez az? Ezt kéne nekem kinyírni? Hát nem úgy tűnik. Őt ott! Szevasz! Ho-ho-ho-ho! Közben igen, többi az... Ah, mellé! Szevasz! Az a jelölt annyit mutat, hogy ragadozó, tehát az, hogyha fenyegetve érzi magát, akkor támad. Jó, hát velük most nem állok le szerintem veszekedni, főleg, hogy sikeresen teljesítettük ezt a mellékküldetést. Jó, hát ez csak, nyilván az első, ez csak ilyen demonstráció jelleggel volt. Így. Most megkaptuk a laser sightot. Ammo weapon. Itt is van. $1200. Ő pontosságot növeli. És mutatja is, hogy néz ki a kiegészítő. Jó, hát akkor ezt megveszem. Igen, kérem. Aha, egyre kevesebb pénzem van. Húha! Na hát ezért mondtam, hogy érdemes mindenhol keresni a pénzt. És akkor most, itt egyelőre több nem érhető el.
Nem. Glider. Igen, el kell jutni a gáthoz. Ott lesz a következő főküldetés, és akkor utána vállalhatunk még el több mellékküldetést is. Viszont megnézem, hogy a mesterlövészhez van-e valamilyen kiegészítő, ugye a kobrakon. Á, még nem. Viszont ezeket lehet feloldani. Minden fegyvernél meg lehet nézni, hogy miket lehet feloldani. Hát igen, ez kellene. Ott van unlocked after killing 6 animal types. 6 különböző állatfajtát kell megölni, de hát ugye az oké, hogy feloldjuk, de még pénz is kell hozzá, hogy ezt meg tudjuk venni. Itt nincsenek kiegészítők. Ide pedig. Itt is mindegyiknek írja, ugye melyik küldetésre éppen pontosan mit kell teljesíteni. Jó, oké. Hát akkor egyelőre elmegyünk ezzel a felszereléssel a gáthoz. Jó, akkor ennyi fért ebben az epizódba, és akkor gátat majd a következő résztől fogunk megnézni. Azt még nem tudom, hogy a sárkány mellett hogy fogunk elmenni, úgyhogy ne vegyen észre, de majd megpróbáljuk valahogy. Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó, ha igen, nyomja lájkot és tartsam legközelebb, és innen fogjuk tehát folytatni. Sziasztok!